ehhez az újra, és ugye mondtam, hogy lesz még egy cipő, ami most jött meg, és odéptom a széket, nem most, hanem délután, de nem is ez a lényeg, hanem az a fontos dolog ebbe, hogy ugyanaz az oldalról van, ahonnan az első cipő, ugye az első Yeezy, és ez is egy Yeezy, meg is fordítom nektek, hogy lássátok, mert ti fordítva láttátok, és gondoltam, mivel azt mondták, hogy szeretnének küldeni még egyet, mondom akkor természetesen, bemutatom ezt is nektek, és mivel az előző Yeezyből elég sokan vásároltatok, körülbelül 5 emberről tudok, aki vásárolt, amit sajnálok, hogy abból 3 ember használta körülbelül a kuponkódomat, de minden nem is ez a lényeg, nekik örülök, hogy vettek, és azt mondták, hogy meg vannak vele elégedve, szóval aki szeretne vásárolni ilyen cipőt, a leírásból találja a kódot, és fenn az ibetűn ott lesz az előző cipőnek a kicsomagolója. Ugye az egy ilyen fekete-piros volt, aminek nem is tudom pontosan mi a neve. Mindegy, nem is lényeg. De most, amit ebbe a videóba elhoztam nektek, az nem más lesz, mint ugye meg is mutatom nektek, próbálom, hogy lássátok. Ugye szokásos csomagoló, nagyon jó fajta csomagolópapír, ami nem más lesz, mint a... mert a számlát kirakom innen, de hátra elrakom. Nem más lesz, mint a zebra. Szóval ez egy fehér-fekete kombináció. Ugye ezt hívják zebrának, logikusan. Ami változás ebbe, hogy a hátulján van egy ilyen. Maga cipő ugyanúgy néz ki, ugyanaz a fajta, minden ugyanúgy néz ki rajta. Csak az, hogy a hátulján van egy ilyen. Kiveszem a két pár cipőt a csomagolásból. Nem is tudom, hogy vegyem ki. Így. Kiveszem a két párt. Így ne. A dobozt odébb rakom. Ide lerakom nektek. És igazából a cipőről más nem tudok elmondani nagyon, mert mint említettem, ez ugyanolyan, mint a másik. Ugye a fekete, a Black Strip, most eszembe jutott, azt hiszem ez a neve. Ugyanolyan jó minőségű a talpa. Nem tudom, halljátok-e, hogy mennyire puha, így visszapattan róla az ujjam. És amit hosszú idő után el tudok nektek mondani, ugye a másikat nagyon sok ideje használom, mindjárt így is adom. Őt már egy ideje használom, és eszméletlen durva. Jó, most kicsit piszkos, el kéne takarítani, de nem gondoltam valami, most ide fogom hozni. Szóval őt nagyon régóta használom, és a cipőről a véleményem az, hogy eszméletlen jó. Én nem gondoltam volna, hogy a replika cipő lehet ennyire kényelmes, és ennyire minőségi, és tényleg nem jön szét, meg semmi. Tényleg teljes mértéki minőségi. Hosszú idő után is kényelmes. Amit észrevettem az, hogy az 42-es, ez már 43 egész nem tudom mennyi, szóval ez nagyobb ez a cipő. Remélem jó lesz rám, de viszont az egy olyan 5-6 óra utas, 5-6 óra után, amikor már annyi ideje van a lábamon sétálok, elkezdtem nyomni a nagylábujjamat, szóval ezért rendeltem egy nagyobbat, ugye azért lett ez a zebra. Ez egy számmal nagyobb, egy mérettel, amit lehet rendelni, és remélem, hogy ez jó lesz a lábamra és társai. Amit tényleg el tudok róla mondani, ugyanolyan csomagolásba érkezik. Itt van ez is. A szállítási idő ugyanúgy 2 nap volt nekem. 2 nap alatt kihozták ezt a cipőt is, ugyanúgy, ahogy a feketét, illetve az NMD-t is, azt is 2 nap alatt szállították ki. Mind a 2 cipőt, nagyon hamar megjött. És tényleg nem tudom elmondani róla, hogy rossz, negatív dolgot nem tudok róla mondani, szóval hiszen hihetetlenül kényelmes, hosszú távon is. És tényleg én ajánlom mindenkinek, hogyha szeretnétek őt is megvásárolni, a leírásba találtok egy linket, illetve kuponkódot, ahol ezt megtehetitek. I'm gonna turn around and take what's mine.